50. alkalommal záporoznak a gólok ezen a hétvégén a Rákóczi Kupa keretében. A fél évszázados teremlabdarúgó torna 3 napon keresztül várja a sporták szerelmeseit. Maga a Rákóczi Kupa, mint rendezvényünk, az hosszú-hosszú évtizedek óta, fél évszázad óta gyakorlatilag az iskolai mindennapi gondolkodásunknak a része. Ahogy időben közelít ez a február elejé, első hétvégi időpont, akkor meg ez az érzés egyre inkább felerősödik. Minden évben kellő komolysággal, nagy szervező munkával készülünk annak az évnek a kupájára természetesen, de hát ez az 50. azért ez különleges. Itt igyekeztünk akár még több munkát ebbe befektetni, és hát olyan pluszokat is a közönség elé tárni, amik nem feltétlenül jelentek meg a korábbi életben. Az ünnepélyes megnyitón dr. Bábel Balázs köszöntötte a 12 résztvevő csapatot és a közönség tagjait. Rossz a magyar focire, kis pénz van, kis pénz, kis foci követi. De éppen azt szerettem mondani, hogy ne pénzét focizzatok itt, játékért, önfelett játékért. A tekós csapat kapitánya szerint remek időszakon vannak túl, így jó esélyekkel indulnak a győzelemért. Szerintem nagyon jól sikerült az alapozás, az idáigi kupákon mindegyiken jól játszottunk, több, és meg is nyertük őket igazából, és szerintem jó úton vagyunk, és jó esélyekkel vágunk neki. Mindenki egyénileg nagyon jó játékos, és hogyha valakinek éppen gyengébb napja van, akkor a másik tud extrát játszani, és ezért vagyunk egy jó csapat. Mire kell majd odafigyelni a mérkőzéseken a hétvége során? Szerintem sokszor kaptunk figyelmetlenségből gólokat, és ezeket kell megelőznünk, és akkor nem lesz probléma. Az idei torna első mérkőzését a tekós fiúk nyerték meg 3-1-re a kecskeminti csapattal szemben. A sikerhez természetesen szükség volt a hazai szurkolók hangjára és kitartására is. Igazából ilyenkor az egész iskola egybe van, igazából egy család vagyunk, és mindenki összefog, és együtt összehozzuk azt, hogy a fiúk minél tovább jussanak. Mik a módszerek, mivel tudjátok bátorítani a játékosokat? Sok szövegünk van, azzal buzdítjuk, molinókat csináltunk, lufikkal vártuk őket, és mindenki hangosan ujjong. Mi lesz vasárnap a végeredmény, kiemeli majd a kupát a magasba? Hát reméljük a tekó. Hogy a lányoknak igazuk lesz-e, kiderül vasárnap délelőtt a torna záró napján.